Hosszú-hosszú egyeztetések és csatározások után most már bátran kijelenthetjük azt, hogy Győr elkerülő rész, az a keleti rész, a 813-as számú főút 1-es, 2-es, 3-as ütemére a kormányzat határozatot hozott. Győr számára komoly mérföldkő, hogy belátható időn belül megépül a város keleti elkerülőjének második és harmadik szakasza. Ezt mondta a sajtótájékoztatón Borkai Zsolt. A polgármester szerint az itt élők és az itt működő vállalkozások szempontjából is fontos a fejlesztés. A rendkívül dinamikus térségi és város fejlődése miatt nélkülözhetetlen volt már ez a döntés, hiszen éreztük is, láttuk azt, hogy a munkahelyek teremtésével, a gazdaság fejlődésével kell, hogy legyen egy olyan infrastruktúrális fejlesztés emellett, amelyik megoldja azt a problémát, hogy mind közlekedésleg és mind egyéb szempontból, hogy az egyes szakasz után a kettes és a hármas szakasz is megépüljön, azaz a keleti elkerülő teljes mértékben kiépüljön. Az állam, Győr és a gazdaság közös vállalása és sikere a keleti elkerülő megépülése, ezt már Kara Ákos hangsúlyozta újságírók előtt. Az országgyűlési képviselő úgy véli, óriási lépés előny még nemzetközi viszonylatban is az, hogy végre megvalósul a régóta várt elkerülő út. Korszakos jelentőségű ez a kormányhatározat, ez a döntés, hiszen nem csak a Magyarországon belüli versenyben jelent ez előnyt a városunk, illetve a térségünk számára, hanem szerintem nemzetközi összevetésben és nemzetközi összefüggésben, és nekünk az a felelősségünk, hogy Magyarországon is, de egyébként a környező térségekhez képest is egy biztonságos, jól működés, egy fejlett város tudjunk építeni. A 19-es út előtt egy újabb körforgalom létesül, egy külön szintű kereszteződéssel gyakorlatilag átmegyünk egy felüljáróval a 19-es felett, egy körforgalmi csomópontba találjuk magunkat, és a 10-es útnál fejeződik be a 2-es üteme, 2-es szakasza ennek a keleti elkerülőnek. Az önkormányzat településfejlesztési főosztály vezetője a térképen meg is mutatta, merre vezet majd az elkerülő második és harmadik üteme. A több mint 13 km hosszú, kétszer egysávos út a tervek szerint minél előbb, de legkésőbb 2020-ig mindenképpen megvalósul. Az egyes szakasz építése már jelenleg is zajlik, és Győr-Szent Iván térségében látható a munkavégzés. Ez gyakorlatilag az M1-es autópályától a Szent Iván, az Audit elkerülő útnak a déli körforgalmának a térségébe így tart, ott látható jelenleg is a munkavégzés. A 2-es szakasz az ugyanettől a körtől a 10-es számú főútig tart, és a Mosoni Dunától való átjutása, a 14-es úttal való befejezésig, az pedig a harmadik szakasz. A Magyar Közlönyben kedden jelent meg, hogy mely utakat kezeli kiemelt beruházásként az állam. Ezek közé került be a győri keleti elkerülő újabb két üteme. Az, hogy a fejlesztés pontosan mennyibe kerül, még nem lehet tudni, de a költségeket teljes egészében a magyar állam állja.